19 kérdésben kezdeményeznek népszavazást a ma délutáni ellenzéki demonstráció civil szervezői. Egyebek mellett az útdíj és a kötelező kamarai tagdíj eltörlését, valamint a dohánytörvény visszavonását követelik. A tömeg a keleti pályaudvarnál gyülekezett, majd az Asztóriához vonult. Szinte teljesen ment el tüntetőkkel a keleti pályaudvar előtti tér délután 3-ra. A demonstrációt a 100 000-en az internetadó ellen, és a 60 000-en a magánnyugdíjukért internetes csoport szervezte. A meghívóban azt írták, idézem, a Fidesz ellopta a köztársaságot, még a hazánk nevéből is, ezért mi egy új köztársaságot akarunk. Az egyik felszólaló Kéz Zoltán volt. Február 22-i képviselővé választásával szűnt meg a Fidesz-KDNP kétharmados többsége a parlamentben. Azt mondta, áprilisban a tapolcai választáson is azt kell majd tenni, mint Veszprémben. Magyarország miniszterelnökének világnézete az, hogy ő és barátai gazdagok, ti pedig szegények, ti pedig éheztek, ti pedig féljetek, ti pedig kussoljatok, és csak akkor vásároljatok, amikor megengedik nektek. A beszédek után a tiltakozók a keleti pályaudvartól az Asztóriához vonultak. A szervezők szerint a tömeg szimbolikusan keletről nyugatra tartott. A tömegben több pártzászlót és politikust is lehetett látni. Ott volt például Bokros Lajos, a Modern Magyarország mozgalom vezetője, és Lendvai Ildikó volt szocialista elnök. A vonulók a hadsávos Rákóczi utat teljes szélességében megtöltötték. Az Asztóriánál bejelentették, 19 kérdésben kezdeményeznek népszavazást, például arról, hogy szűnjön meg az 5000 forintos kötelező kamarai tagdíj, legyenek újra ingyenesek az elkerülő utak, szűnjön meg az állami dohánymonopólium, illetve hogy megakadályozzák, hogy a miniszterelnök a várba költözzön. Elég volt Orbánból meg a bandájából. Ezért döntöttünk úgy, hogy népszavazásra bocsájtjuk az új magyar köztársaság kérdéseit. Azért kezdeményezünk népszavazást, hogy megmutassuk, ki az úr a háznál. A demonstráció 5:30 előtt néhány perccel az Európai Unió himnuszával, az örömódával ért véget.